Szerusztok, jó estét mindenkinek! Megköszönöm Tamásnak a gyönyörű hőlékballonos bevezetőt, és nem kellett sokat gondolkodni azon, hogy hogyan lehet a zennek a szungszánszonyi féle hagyományát ebbe a gyönyörűséges összázsiai szemléletbe belesímítani, hiszen amikor azt mondjuk, hogy ne gondolkodj dualisztikusan, különböztess meg, de ne ítélkezz, feleslegesen ne pörgessd a komputeredet. Az nagyjából azt jelenti, hogy nem növeled a homokzsákjaid számát vagy tartalmát. Amikor arról beszélünk, hogy a nem tudható tapasztalata, az körülbelül azt jelenti, hogy egy pengével végigvágod a kabinnak az alját, és az összes kötelet, ami a tudattalamban jelenlévő ragaszkodások, identitásokhoz köt, azt elvágod tehát különböző iskolák és módszerek vannak, hogy ezeket elvágd, van, amelyik fölhúzza a kabin szintjére, és megnézed, és utána hajítod ki, van, amelyik csak azt mondja, hogy ne ragaszkodj, ne azonosulj, lásd úgy, ahogy van, tükrözd, és engedd el, és akkor az az érdekes, hogy úgy tűnik, hogy ez a kabinról így leesik, meg könnyebb össz. akár tudod mi az, akár nem, de ez nem vészel, hanem be, bekerül a gáztartályba, amiből tolod fölfelé a hőlékbalont. Tehát ezt tessék úgy elgondolni, hogy ami leesik látszólag a semmibe, az visszatér a lehetőségeit közé. Ez azért fontos, mert hogyha nem látjuk jól az életünknek a hajóját, akkor sem az energetikáját, sem a tudatosságát nem tudjuk megfelelően vezérelni. Annyit mindenki tud már, akár elméleti, akár gyakorlati szinten ebben a teremben, hogy az energia és az információ az egy valaminek a két oldala. Ahol energia van, ott információ is van, ahol információ van, ott energia is van. Ahol karma van, ott jelennik meg a tudatosság kényszere, hogy váljunk már tudatosabbá. Tehát csak ott lehet megvilágosodni, ahol álmok, illúziók és szenvedések között élünk. Erre ez a Föld egy nagyon jó hely. Tehát az a kérdés, hogy mire használod föl mindazt a karmát, amit tudatosan vagy tudattalanul vissza? polaritások nélkül nem tudnánk létezni. Ha kiveszed a pluszt és a minuszt, a vant és a nincs, az ént és a mást, leáll az élet. És amikor meditációról, egyensúlyról, felébredésről beszélünk, akkor nem erről a leállásról van szó, egyrészt mert nem is lehet. A buddha úgy beszél a jelenségvilágról, mint a kezdettelen és végtelen jelenségfolyamról nem határozza meg sem a végét, sem a kezdetét, sem az uraltságát, a kontrollált voltát, sem a benne elérhető szabadságot. Ha ez érdekel, akkor nézd meg a Buddha 16 megválaszolatlan kérdését. És nem beszél arról, hogy az univerzum véges vagy végtelen, arról, hogy az Istenek magukban léteznek, vagy a hited által léteznek. Nem beszél arról, hogy a szabad akarat és a determinizmus, vagy látszólag a karma törvénye, azok egymást kioltják, vagy egymással együttműködve léteznek. Miért nem teszi ezt? Azért, mert nem akarja elvenni a saját házi feladatodat. Tehát ezt neked kell megoldani azon a szinten, amin szépen mehetsz följebb és följebb különböző mérőeszközökkel, de egy valamit tudj, hogy amíg a fix személyiség ideáját benne hagyod, mint viszonyítási pont, addig az én képettől soha nem leszel szabad. Tehát azért érdemes nagyon jól csikungozni, meditálni, jogázni és egyebek, hogy azt az én képet megpróbáld lebontani vagy átalakítani, amelyel te létezel. És ennek az én képnek a függvénye az, ahogy hallottad a bevezetőben, hogy hogyan érzékeled a világot. Tehát, hogy mennyi energia van benned, mennyire tiszta a tudatod, vagy mennyire vagy energia szegény, lepusztult, leharcolt, mennyire törsz szét az érzékszervi hatások súlya alatt, mennyire differenciálod, tagolod szét magad a gondolataid és az érzelmeid által, ez mind tudatállapot kérdése. És valahol én kép kérdése is. Tehát ne gyásd le magadból az állandó áldozatot, az állandó elkövetőt, a különböző identitások hullámvasutazása az egyik legenergiafogyasztóbb vállalkozás. Tehát a régiek nagyon sokszor egy látszólag haszontalan dolgot csináltak, az energiát befelé fordították, és úgy a tantiembe, hogy nem vártak semmilyen eredményt, és ezáltal a tudat letisztult, mint a tér, letisztult, mint a tükör, és láttak. És ez a látás maga a buddha természet. Ez a látás maga az, ami mi eredetileg vagyunk. És hogyha azonosulsz a képzetekkel, bármilyen érzékszervi hatással, gondolattal, érzelemmel, a múlt, a jelen és a jövő bármely aspektusával, akkor legyártasz egy olyan önképet, amely nagyon is különbözik az önvalód miben lététől és működésétől. És minél nagyobb a távolság az önvaló és az önkép között, annál nagyobb a szenvedés. Tehát ha szenvedsz, hogyha nagyon nem jó, hogyha valami állandóan diszharmonikus, ha nem vagy szinkronban, hogyha nem érzed azt a magasrendű együttműködést az univerzummal, ami az egy következik, akkor lásd azt, hogy az önkép és az önvaló között a te lelkedben, a te működésedben van különbség, és hogy mekkora azt majd te eldöntöd. Minél többet gondolkodsz, és minél inkább ragaszkodsz ehhez a gondolkodás, az annál nagyobb lesz ez a különbség és minél inkább visszatérsz a nem tudható tapasztalatához, az nem gondolkodó tudathoz, a nem én csináló tudathoz, annál kisebb lesz ez a különbség, és annál inkább egyét tudsz válni azzal, ami nem megnevezhető, de tapasztalható. Én nagyon sokat gondolkodom azon, hogy illetve nem gondolkodom, csak eszembe jutnak, hogy ugye nagyon sok embernek vannak ideájai. Lehet ez színész, híres ember, bármiféle politikus vagy ilyen ember. Uh, Én most pont a színészekre uh, szeretnék hivatkozni, hogy a színészek nagyon sok személyiséget kell eljátszanak a munkájuk során. Hogy ez uh, mennyiben függ össze azzal, hogy uh, egy idő után nem tudják, hogy ők kicsodák, és hogy mennyi energiába kerül ez nekik. Az, hogy mennyi energiát vesztenek ezzel, és ezáltal akár uh, rövidebb életük is lehet, és akár többet is szenvedhetnek, mint más emberek. Mi a kérdésed? <laughs> ez maga a kérdés, az, hogy, hogy ez mennyire van úgy, hogy ez, 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 én ezt én így gondolom, tehát hogy ez, 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 valós, vagy ez nem valós, hogy az, hogy ezzel nagyon sok személyiséget magukra vesznek, hogy ez káros nekik lelkileg, és a fejlődésük szempontjából, akár a szenvedés szempontjából is. Köszönöm a kérdését, tehát gondolom, hogy nem olvastad a nem létező életrajzi regényemet. Nem, nem hiszem. De helyzet az, hogy pont, egy nagyon intenzív színházi időszak vezetett a zenhez ö, engem. <laughs> és és ö, aki ismeri, attól elnézést kérek, aki nem, az hallgassa figyelmesen, hallgassátok figyelmesen. Kétféle színjátszás van az én korlátozott tapasztalatom szerint. Az egyik az, amikor felveszel egy maszkot, de a személyiséged mögötte ott marad. Ez a személyiség az iskolában tanárokkal, színésztársakkal, a jó rendezővel megtanulja, átérzi a játékot, de mindig ott van a maszk, és mindig ott van mögötte a személyiség. Tehát ezért lehetett azt látni, hogy elmentél mondjuk az Erkel színházba, és Sinkovics Imre játszotta a bánkbánt, és, és fantasztikus volt, átélve, átérezve, teljes mesterségbeli tudással, de végig azt láttad, hogy ott van Sinkovics, és játsza a bánkbánt. És hogyha jó a játék a nagyszínpadon, ez általában nagy színpados műfaj, akkor mindenki megtapsa egy fantasztikus, és gyönyörű, és óriási. Kijött viszont Őze Lajos, aki a Biberachot játszotta, és nem láttad Őze Lajos, csak Biberachot. Tehát ő átalakult azzal a személyiségé, azzal a karakterré, úgy járt, úgy gondolkodott, úgy érzett, úgy beszélt, és, és a hideg futkosott a hátadon. És ez egy teljesen más játék. Ez a transformációs játék, amikor a személyiség eltűnik, és csak az van a színpadon. Nincs kettősség. Most nekem ez a második jutott, és nagyon érdekes volt azt érezni, hogy teljesen le tudom bontani magamat és átrakni magam egy más karakterbe, de mi ez a magam? Tehát az ember előbb-utóbb rájön, hogy az a személyiség, az a szerep, amit játszik a mindennapokban, az ugyanúgy tanul dolog. A szüleid tanítják, a barátaid, az ellenségeid, a tanítóid. Mind tanítanak neked valamit, sőt projektálnak rád valamit, ami az ő szemükben te vagy. És van rendező, otthon van apuka, anyuka, rendezi a szerepet, amit játszol és egyebek aztán barátnő, nagyrendező, ha nagyon nagyrendező. Az a kérdés, hogy ha ez is szerep, akkor te valójában mi vagy, és azon nyomban beleugrottunk a nem megnyilvánultba, a nem megjelenőbe és eltűnőbe. Valami, ami nem személyiség, de azzá válik. És utána, ha nézed magadat 5 éve, 10 éve, 15 éve, 20 éve, ez mind-mind más személyiség, úgyhogy... Mint a gyöngyök, szépen föl vannak fűzve a lineáris időfonalára. És látod magad, ahogy változol, és ezért szeretünk családi fényképalbumokat nézni, amikor még csak ott 55 centisen ott mászkáltál a padlón. És akkor ott néztél ki a szemedből, és, és látod, hogy húha, itt a világ, de még én nem vagyok itt. Csak benne a testben, de az énség, a személyiséget, az mikor kezd megjelenni. Úgy az első ilyen morzsa, az olyan két-három éves kor között. És utána, amikor már beszélsz, amikor jársz, akkor elkezdesz működni. Szép, lassan, rétegenként, modulonként beindul a személyiség. Kérdés az, hogyha mindezt elveszed, hogy nem az, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, érzel, beszélsz, cselekszel, akkor mi az? Mert ez mind változik. De van valami, ami látja ezt a változást. Van valami, ami a hétköznapi életben mondjuk Tamás, Gábor, Zsuzsa, Éva, és fönn a színpadon Jágó, Ofélia, Magbet, Nóra, valójában ki vagy, és idejön az, hogy ez végső soron nem tudható, de tapasztalható. És ezzel a nem tudhatóval, de tapasztalhatóval, aki nem ismerkedik meg, vagy nem békél meg, az az önpusztítás ösvényét járja szükségszerűen. Miért? Mert állandóan elpusztítja azt a személyiséget, amit, amit fölépít, de nem tud benne hinni. Nem tud vele azonosulni. Nagyon mélyen érzi, hogy ez nem én vagyok, de nem tudja, hogy ő kicsoda, ezért állandóan lerombolja és újraépíti. A görög mitológiában ez a prométeuszi ember, vagy a sziszüfoszi mitosz. Tehát Prometeusz, aki állandóan lázad az Istenek ellen, de a karmának a lánca, az okozatiság törvénye kikötti a sziklához, és a sas, a legmagasabb szellemiség madara, a máját a dühét tépi állandóan, amely másnap reggelre visszanő. És ez az az állapot, amiben nagy részt vagyunk, ez a Rajasz óriási problémája. És ebből fölfelé lehet indulni, a szatva felé Látsz, én meg nem megnemesedett színészeket, akik nagyon-nagyon elérték azt a szatvikus, világos állapotot, hogy már nem azonosulnak semmivel, de képesek mindenre, és képesek bármilyen szerepet eljátszani. Ezek a nem karakterszínészek. És van a tamasz, amik lefelé megy, és alkesz lesz, és drogfüggő lesz, és elképesztő érzékszerű ragaszkodásokat épít ki, csak azért, hogy ne lásson. Csak azért, hogy ne kelljen szembenézni ezzel a paradoxonnal, ami nem probléma, ha gondolkodsz és a gondolat által akarod megoldani, akkor probléma. Ha fel akarsz építeni egy légvárat téglából, az probléma. Hogyha egy egoitásban akarsz hinni, mint az abszolút önvalód, az probléma. És ennek a látását szeretnénk nagyon gyakran tompítani, és elvenni, és ezért adagoljuk túl magunkat különböző érzékszervi hatásokkal, hogy ne lássunk, hogy ne tapasztaljunk, hogy végre legyen egy komfortzónánk, ahol én, én vagyok. Hol van az? Egyetlen egy pillanat a komfortzónát. Semmi több. És hogyha ebből egy ént gyártasz le, akkor eltűnik a komfort is, meg a zóna is. Akkor csak egy illúzió marad. Tehát amikor erre én nem kaptam választ, mert elég komoly válság volt itt 26 éve, akkor én addig kerestem, amíg nem találtam valamit, ami elég hagyományos volt, elég előremutató volt, és elég mélyre ment ahhoz, hogy ö, nem fogalmi úton, de mégis megoldható legyen, tapasztalható legyen a válasz erre a kérdésre, hogy, hogy a szerepek közül egyik se vagy te, sőt, még a hétköznapi éned sem vagy te. Képzeld azt el, amikor a színpadon jobban érzed magad abban a, az énben, abban a személyiségben, mint odakint, a hétköznapokban. Hát akkor ki vagy te valójában? Ugyanúgy el tudod hinni magadat ott, és akkor, mint itt és most, akkor kik vagyunk mi? Tehát ezért a zen nagyon világosan, itt és most mit csinálsz, itt és most mit mondasz, mit érzel, mit gondolsz, és ami ebben a pillanatban történik, cselekszel, az vagy te. De ha rámondod, hogy ez te vagy, az hiba. Ha nem mondod rá, hogy te vagy, az is hiba. És ezért szoktam azt mondani, hogy az én képkeresés helyett inkább a saját szabadságunkat és felelősségünket lássuk meg, és ekkor húzunk egy gyönyörű szép vonalat, a között, amik a szokásaink szerint vagyunk, vagy a vágyaink, aspirációink szerint lehetnénk, de még nem vagyunk azok, még nem fejlesztettük ezt ki. Tehát nagyon-nagyon mélyre megy az, és ezért kell alászállni Orfeuszi mélységekbe, hogyha az ént keresed, és a szufi meséktől kezdve a görög mitoszokig mindenhol valahova mélyre kellett menni, hogy utána, amiután levágtad a saját homokzsákjaidat a hőlékballonról, miután megszabadultál a felesleges egó elemektől, miután levetetted a ragaszkodásaidat, tévképzeteidet, hamis azonosulásaidat, akkor lehet följönni. Előtte nem. Jó, és ebből a szempontból nagyon szerencsés, hogy egy szerves kínai hagyományba illeszkedő, tiszta, Fizikai és energetikai gyakorlatot illesztetek a tudati ösvényhez, nem mondom, hogy alá vagy fölé. Enélkül nem nagyon megy. Tehát a korai kolostorokban nagyon sokat dolgoznak, vagy éppen később hegyet másznak, sétálnak, ahol figyelik a test, a tudat és a természet együttműködését. És ekkor ez a személyiség, hogy ez valójában micsoda, hogy működik, az elkezd világossá válni. Mindenkinek van énje, de tudjuk, hogy az hogy jött létre, hogy létezik, és miért használjuk? Semmi baj az énnel. A hozzáfűződő illúziókkal azzal van a baj. Jó? Tehát nagyon-nagyon jót kérdeztél, és kívánom mindenkinek, hogy ha máshol nem, akkor magában élj át a teljes azonosulás állapotát, majd a teljes azonosulástól mentes állapotot. Amikor fölveszel egy személyiséget, és az teljesen te vagy, és százszázalékosan elhiszed, és utána pedig ledobod, és átöntöd a lényegedet valami másba. Óvatosan. Itt óriásiakat lehet hibázni. Tehát belekeversz a saját vágyadból, a saját dühödből egy morzsányit, és az olyan, mint amikor ezt a kis permanganátot így belehajtod egy lavorvízbe, és lila lesz egy pillanat alatt az egész. Óvatosan. Viszont nem lehet megállni mert a világ változik, irányt kell szabnunk az életünknek, irányt kell szabnunk a személyiségünknek, ki kell jelölni azt a kis belső programot, ami szerinte a saját kis infrastruktúrádat szeretnéd fejleszteni, ugye? Ez nem pályázat függő, ez szándék függő. És néha válsághelyzetekben vagy döntéshelyzetekben meg kell kérdezni magattól, hogy ha ezt teszem, akkor ez leszek, és ezzé akarok lenni? Ilyen emberré szeretnék válni? Tehát bármilyen karmát alakítható, de a tettek nem tehetők, meg nem történté. Nem lehet visszaszippantani azt, amit kimondtál. Elnézést lehet kérni, meg lehet bánni, lehet érte évekig vezekelni, de nem lehet meg nem történté tenni. És az a személyiséged részévé válik. És az ott van. Akármennyi energiát teszel bele, az esemény akkor is ott van. Jó? Egyéb kérdés? Nagyon nehéz, és nem is tudom, hogy hogy kezdjem el, mert uh, tanítványá válni, tehát mikor elkezdtük a buddhista főiskolát, tehát igazából az egész nem érdekelt. Tehát jó buli volt. És utána pedig uh, egy nagyon erős egóm alakult ki, ami gyakorlatilag embereket irányított, vezetett cégeket, meg hasonlók. És megismertem egy mestert, egy tibeti mestert, és olyan, mintha az apám lenne. És igazából ő nem itt él, csak időnként jön, viszont mikor csinálom a gyakorlatot, akkor ott van, és mi élet teljesen elönt az a szeretet, ami belőle árad. És olyan, mintha egy másik szellemi családba tartozna az ember ezáltal, viszont nem tudom, hogy a, a tanítvány hogyan válik tanítványjá. hiszen az ego az ugyanolyan erősen ott van a hétköznapon, mert dolgozni kell, csinálni kell a dolgokat, és hogy a gyakorláson túl, hogy mi, mi te például, hogy te például vagy ön hogyan válik tanítványjal kell egy olyan alkalom, egy olyasféle esemény, amikor az egód az porrázúzódik. Tehát nekem az 1990 nyara volt ez, amikor elképesztő személyiségválságban voltam, érzelmileg, gondolatilag, egzisztenciálisan, minden szinten, aztán fizikailag is. Ez a fajta kényszervedlés, ez azt jelenti, hogy le kell vetned magadól azt a személyiségréteget, azt az egóitást, amit addig magadnak hittél. Egyszer csak a kígyó rájön, hogy Gyerekek, vedleni kell, mert ez a bőr, ez már nem én vagyok, bújjunk ki belőle. És ez általában életválság hozza el. És ezért látod azt, hogy az ázsiai történetekben, Bóthi Dharma az egyik legjobb példa, a nagy és erős egoitással rendelkező tanítvány előttek elképesztő nehéz feladatokat kapnak. Milarepa is egy ilyen volt. Hogyan lehet tanítványjá válni? Lásd meg a saját tökéletlenségeidet. Hogyha eddig nem volt válság, akkor majd a tökéletlenségeid elhozzák ezt. És ez nem bűntudat. Ez egy egyszerű önvizsgálat. És nem bűnösnek, vagy rossznak, vagy ilyesféle teljesen hasznavehetetlen kategóriával illethetőnek kell látnod magad, hanem fel kell fedned az én azt, amit eddig nem voltál hajlandó meglátni. Ehhez már egy tanító kell, de az erre való képtelenség már egy tanítóért kiállt. Tehát úgy lehet tanítványá lenni, hogy az ember félreteszi a véleményeit, félreteszi a saját dualisztikus ideáit, félreteszi az elvárásait, és egyszerűen követi a tanítót. Követi azt a, azt a tudati ösvényt, amit a tanító a jelenlétével és a tevékenységével kijelöl. És amikor azt mondod, hogy szellemi család, akkor kell egy olyan érzés, hogy te hazaértél. Tehát, hogy abban a családban vagy otthon. Hogy amikor Tenzin Wangyal eljön, akkor azt mondod, hogy ő az ugye? Tehát amikor arról van szó, hogy Sun megjelenik az életben, akkor nekem az nem volt kérdés. Nem volt kérdés, hogy ő az, nem is gondolkodtam rajta, a Koan gyakorlaton, az interjúkon az egészen nem. Koreai kultúra az olyan volt, hogy biztos, hogy először találkoztam vele, mert nagyon minden, ami nem tradicionális kínai volt benne, az új volt, és néha kicsit idegen. De maga a templomi társadalom, a szerzetesi lét, főleg koreaiak között, az nagyon Ismerős, otthonos és megnyugtató volt. Kell egy olyan érzés, ami a menedéket adja, és ez a menedék, ez a tanító, tanítvány és tanítványi közösség hármasságából áll össze. A menedéket nem lehet csak úgy formálisan venni, vagy egy szép sállalot megkapni, és akkor nyakat bakasztották. Tehát nem erről szól a történet. Kell hozzá a rituálé, de enélkül a fajta egyévált, vált, szervesen kapcsolódó, odatartozó, otthon lévő érzés nélkül nem fog menni. A koreaiak erre csak azt mondanák, vagy van innyon, vagy nincs. Ez az innyon, ez a yin és a yang. magyarul a polaritások helyes beállítása és helyes vonzalma. Tehát, hogyha nincs innyanod valakivel, annak a társaságában nem maradsz meg. Negatív innyon, állandóan dühösek vagytok egymásra, és megpróbáljátok kioltani egymás szándékait, néha az életét is. Pozitív innyon, az egy vágyalapú vagy konstruktív, kreatív találkozó, és akkor együtt nőttök, együtt gyakoroltok, együtt építkeztek, stb. 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 Úgyhogy, hogy lehet tanítványán válni? Hát a Földről. Úgyhogy, egyszer valami vagy valaki nagyon a Földre ver. És akkor onnan akarsz fölállni, onnan akarsz valaki új lenni, és járni azon az úton, amely már különbözik a korábbi utaktól. És euh, innentől kezdve nincs külső azonosítható jele ennek. A végeleg, sőt, Pontosan. Tehát amit Hanvas a turba névvel illet, ugye, arról is beszélünk, és ez nem pusztán egy életközépválság ez bármikor eljöhet, amikor a saját megoldatlanságaid, múltad, tudattalanod, bárminek nevezed, egy hatalmas nagy konténer karmát rádönt, és te eltűnni látszol alatta. És ez jöhet lavinában, jöhet teherautóban, jöhet atombombában, teljesen mindegy. De egyszer csak érzed, hogy szétestél, az életet szétrobbant nem az vagy, akinek lenni akarsz, idegen vagy saját magad számára, gépként élsz, elidegenettél, függsz, még többet függsz, még attól is függsz, még mástól is függsz, borzasztó. És amikor ezek a függések, ragaszkodások, egyebek úgy megütnek, akkor látod, hogy te nem így akarsz élni. És van valaki, és valami, és valakik, így tanító, tanítás és tanítványi közösség, ami számodra utat mutat, és nem ők közelednek hozzád aktívan, hanem te neked kell közeledni hozzájuk. Tehát nem térítünk, hanem az útra térünk saját magunk. Ehhez kell őszinteség, és kell ismeret kell, hogy az ember tanítványá váljon, és ezt az őszintességet nem pótolja senki meg semmi. Tehát az a legszörnyűbb, amikor látod azt, hogy valaki éretlenül kerül egy nagyon-nagyon nagy tanító közelébe, még fogalma sincs arra, hogy ez a tanítás miről szól, csak valahogy vonzódik az általa látott guruhoz, és amikor a saját csalódásait rávetíti a gurúra, akkor elkerül onnan. Az elvárások nem teljesültek, nem érte el tíz nap alatt a megvilágosodást, nem lett belőle deklaráltan a 21. század buthája, és akkor rossz hagyomány, rossz tanít. Okay, na, ez az életlen tanítvány. És amikor az ember érett, akkor tényleg megtalálja azt a fajta menedéket a három legértékesebben, amikkel, és utána a, a fák, meg a hegyi kecskék, a szomszédok és a fűnyíró is tudja tanítani. Tudom, hogy ez közhely, ezt nagyon sokszor halljátok, de hogy ezt hogy hallod újra és milyen kontextusban, ez nagyon fontos. Hogy tényleg tanítás legyen belőle, és ne csak a sorasztal melletti buddhisztikus ugye önkielégítés. Egyéb kérdés? Az annak kérdésem, hogyha sikerülne mindig itt és a mostban létezni, akkor hogyan tudnénk célokat felvenni? Gyémán szutra, a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Tehát ebből a pillanatból tudod tisztán látni a múltnak azt a részét, ami itt van, a jelennek azt a részét, ami működik, és a jövőnek azt a részét, amit te megtervezel és megcsinálsz. És ez teljesen szembe megy a konvencionális, főleg nyugati szemlélettel, hogy van egy rajtad kívülálló, objektív, lineáris idő, amikor arról van szó, hogy a lineáris időben egy pontot kielősz és az a pillanat, na ez sajnos az egoitáshoz kötött illúziók egyik legvastagabbja és legkeményebbje. Mert nem a lineáris időnek az egyik szelete ez a pillanat, hanem ez az a gyújtópont, amiben összegyűlik a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Tehát te tervezzél bármit nyugodtan, de nem a jövőbe mész, hanem ebbe a pillanatba behozod azt a valamit, vagy azt a valakit, akit szeretnél. Tehát teljesen másképp működik ez, mert hogyha az egyik hanvasi fogalmat megemlítettük, a lélek sötét szakáját, akkor említsük meg egyik másik nagyon fontos fogalmát, amikor az emberi illúziókra alapozott világszemléletről beszél, és azt úgy, jel, hogy viparjaja. Tehát a valóság tövestül való tükrös kifordítása. Tehát pontosan ellenkező kép látjuk a valóságot, ahogy van. Tehát ez az én központúsággal indul, hogy az én túlélő ösztöneim, az én birtokló ösztöneim, az én szaporodó, sokasodó ösztöneim határozzák meg a világot. És ez az én világom. Tehát ha ezt nézed, ez a teljes szöges ellentéte annak, ahogy ez az univerzum működik. Már csak azért is, mert körülnézel, és te, mint egyén, az emberi fajnak az 1 per 7 milliárd része vagy. Ennyire picike. Ennyire. És egyikünk azt hiszi legalábbis egy bizonyos az, hogy mi vagyunk a világ közepe, a legfontosabbak, legszebbek, legjobbak, stb. stb. És hogyha már itt tartunk, akkor ugye egy harmadik hanvas által használt fogalom az infinitezimális szubjektum. Tehát a mikro méretre lekicsinyített egoitás, műszóval nano méretű énség. Tehát egészen picire. Mindig ott lesz, csak legyen kicsit kisebb, mint a mostani. Úgyhogy nézd meg azt, hogy a, a tudatot hogyan teremti a világot és hogy mennyire közösen teremtjük ezt a világot a tudatunkkal egymásnak. És hogy a különböző tudatossággal bíró lények, alakulatok, létezők hogyan működnek együtt ebben a teremtésben. És akkor meglátod azt a törvényt, amely szerint tudod a múltat, a jelent és a jövőt kezelni. Mert a törvény akkor is érvényes, ha tudsz róla, és akkor is, ha nem. Azt szeretném kérdezni, hogy az egóitás és a vezetői képességek hogyan függnek össze? Az elején nagyon. Az elején elképesztően. Főleg akkor, amikor önjelölt vezetőkről az, hogy majd én, majd én megmutatom, stb. Tehát a régi görögökre utalnék vissza, nem jelölt állító cédulákkal indult ott a választási kampány, hanem úgy, hogy meg kellett keresni azokat az embereket, akik alkalmasak voltak, de nem tolták magukat előtérbe kopogtatunk, kopogtatunk, és megnyittatik nékünk, ugye? Tehát azért érdekes a történet, mert már az alapjaitól rossz az, amikor így előtérbe tolhatom magam, hogy én az éntelen, vagy én az ambiciózus, aki másért dolgozom. Tehát az egésznek az alapjai, ugye önkép és világkép ugye függők, és nagyon oda kellene figyelnünk, hogy kik azok, akiket mi vezetése alkalmasnak tartunk. Hát innen indulna helyesen a folyamat. És a legdurvább dolog az, amikor egy nemzet a saját feldolgozatlan, tudattalan problémáit rávetíti a vezetőnek választottakra, és ezért egy teljesen kontraszelektív módon választja meg a vezetését. Tehát nézd meg azt, hogy amilyen tudatállapotban van egy csoport, olyan vezetőt választ. Tehát ne hibáztassuk a vezetőket semmiért, mi választjuk őket. Ha mi így cselekedtünk, mint csoport, engedtünk a szabályoknak, amelyeket ugye állítólag közösen alakítunk ki, akkor pontosan megérdemeljük azt a vezetést, amely minket ural a mi választásunk, döntésünk nyomán. És hogyha valaki ezzel elégedetlen, akkor ne a választási körzeteket próbálja átrajzolni, mert nem azzal fog egy új rendszerváltás bekövetkezni, hanem a bensőjét próbálja meg egy picikét jobban megismerni, működtetni, azért, hogy egy másik világot teremtsünk, egy más típusú világot teremtsünk. És hogyha mi magunk megváltozunk, az megváltoztatja a csoportkarmánkat is, és az megváltoztatja a vezetést is. Tehát a hatalomhoz ragaszkodó, narcisztikus, cezaromán vezetéstől mentsem meg minden népet, nemzetet és birodalmat, de mi, mi mentse meg, mi mentse meg. Tehát csak a saját lelkületünk tisztasága és a saját tudatunk helyes döntése az, amely ugye másképp hozhatja létre a vezető struktúrát, és másképp működtetheti azt. Európa azért szép, mert mész egy pár tucat kilométert, és rögtön egy másik néptánc van, és egy másik népviselet van, átmész a határon, és egy teljesen más identitás van, és a többi. És hogyha megnézed, ezek a csoport karmák, identitások, mostanában nemzetállamok, adott tudatszinten adott típusú vezetést választottak. Én tíz évvel ezelőtt jártam Velki Novgorodban, Szentpétervártól körülbelül egy olyan 400 km délre, és döbbenten láttam a főtt téren viking szobrokat. Mint hogyha most kimennél a hősök térre, és akkor ilyen kis viking sorozatba illő fejdíszek, fegyverek, lovak, pajzsok, minden Megkérdezem az orosz szerzetest, hogy mégis, hát mi volt itt? Ja, 200 évig uralkodtak. Mondom, micsodát, norvég hódítással nem is tudok itt. Nem, nem hódítottak meg minket, behívtuk őket. És mondom, miért? Azért, mert, mert jól tudnak vezetni, és megkértük, hogy igazgassák az országot nagy fejedelemség. Meddig tartott? Rettenetes Ivánig. Rettenetes Iván rájött, hogy mekkora biznisz lenyúlni más államoknak a jól működő rendszerét, és ezt úgy gondolta kivitelezhetőnek, hogy kiirtotta az egészet, ugye, ahogy van, és kész. Tehát kiirtották ezt a vezetői réteget, mert egyszerűen túl jól csinálták, és utána nem volt, nem volt dilemma, hogy itt vannak mellettünk, és ők jól élnek, mi meg nem. Más tudatforma? más közösségi kultúra, más vezető. Ha valaki Izlandra esetleg eljut, és nagyon szeretném, hogy minél többen jussunk el oda, meg fogja látni szerintem a földi társadalmak egyik legjobban működő hétköznapi valóságát. Nem a bankokra, a politikára, egyebekre gondolok, hanem arra, hogy az emberek meg tudnak bízni egymásban, urambocsá, házaikat bizonyos helyeken, nem nagyvárosokban, de nyitva hagyják, az autókat nem kell állandóan bezárni, nem kell azzal aggódni, hogy leteszel valamit mondjuk egy pultra félrenézel, és utána már nincs is ott, stb. És rájössz arra, hogy ezer éves folyamatos jogrendjük van. Tehát szó szerint ugye a 5.-6. századtól kezdve már bizonyíthatóan ott ilyen viking családok érdekéltek, és kőkemény vendettázás volt. Tehát amikor egy kis földprobléma, állatprobléma, legelő vita meg egyebek, ami belefért, és oda-vissza évszázadokig. Egyszer volt egy okos viking, az visszahajózott Skandináviába, valószínűleg Norvégia környékére, és a tizedik század második felében, azt hiszem 970-980 környékén elhozta a jog anyagot. Szép vastag könyvet, gyerekek, üljünk le, és az Egyenértékű volt egy alkotmányozó nemzetgyűléssel, és beszéljük meg, hogy milyen alapelvek szerint szeretnénk együtt élni. Leállt a vendettázás, beállt a diplomácia, elkezdtek valójában beszélgetni egymással, és ezt szépen frissítették évtizedről évtizedre, ha kellett. És ennek a folyamatos jogrendnek és társadalmi evolúciónak a termékét látod akkor, amikor most Izlandra mész. Tehát tessék megnézni a társadalmi tudatforma és a vezetői mentalitás közötti összefüggést, és végezzük el azt a belső munkát, amitől jobb vezetőket fogunk választani. Hogy ahhoz, hogy valaki egy mester tudja magának, vagy tanító tudja magának választani, az kell egy komoly megzónás. Hogy vagy legtöbb esetben? Optimális esetben. Ilyen. Nem mindig. Hogy van az, hogy nagyon-nagyon hogy sokan tudnak úgy végigvegetelni egy életet, hogy hogy különösebb lentek meg fentek sincsenek benne? Ilyet még nem láttam. Nem-e? Letagadott válságok vannak, elfolytott tudattartalmak vannak, egyenletesen végigvegetált élet nincs. Jó, tehát akkor hogy van az, hogy valaki ezt leengedi tényleg, és, és annyira rosszul tud lenni? más meg nem teszi ezt meg? Félelem függő. Tehát mitől félsz jobban? Magadtól vagy a változástól? És ez dönti el. Hogyha a változástól félsz jobban, akkor lebetanozod a személyiségedet, ha magadtól félsz jobban, akkor belerohansz valamilyen változásba. A személyiség függő. De olyan, hogy válság nélküli élet, az nincs. Nem olyanra terve terveztük. Tehát ez az egész nem olyan dizájn, hogy válság nélkül megúszhassuk. Olyan tudsz, hogy bizonyos határok közé beállítod egy bizonyos mennyiségű élettapasztalat után, hogy mennyire engeded magad a célsőségekbe. Ezt meg tudod csinálni. De az, hogy befejezetlen karmák ne jöjjenek vissza hozzád, olyan nincs. Tehát a bumeráng az azért ér vissza hozzád, mert te dobtad el. És hogyha tesz egy olyan kört, hogy látod, és visszatér, az ugyanolyan karmikus következmény, mint hogyha teszi a föld körül a kört, és utána pedig látszólag a semmiből megjelenik, és nyakon vág. Ugyanaz. Csak az egyiket átlátod, a másikat nem. Jó, és ö, mi van akkor, hogyha hogy, ö, ha megvan ez a betonozott félelem, tehát hogy a, a személyiségedet betonoztad, de szeretnéd kibetonozni, mondjuk itt egy kibontani belőle. Tehát, hogy te azt gondolod, hogy, hogy nincsen bebetonozva ez a félelem, hiszen a Nem mondtam, szeretnék. csak azt is mondtam, hogy a légkalapács is ott van mellette, és szépen kirobbantod magadat a megszokottságból, ragaszkodásból, a félelem által kijelölt kényelmi zónából. Egyik legkínosabb történet, amikor én jól vagyok, én jól vagyok, én jól vagyok. Ja, ja, ezek a beleim. Örkényezz. egy perces Tessék egy perceseket olvasni. Magyar irodalomban a koanhoz legközelebb került spontán irodalmi alkotás, azok az egypercesek. Köszönet Örkény Istvánnak, hogy ezt megtette, megírta. Ez egyébként a meditációs praxishoz kicsit visszavezet, ugyanis a tökéletességre vágyó meditálók azok egy idealizált buddha állapotban le akarják betonozni a tudatot. Tehát a tudatod működése olyan, mint a tenger. Néha nagy hullámok, néha kicsik, néha az öbölben, vagy néha a nyílt tengerem. A tudatosságod a hajó, és a döntés a kapitány. Tehát, hogyha jól döntesz, akkor pont akkor teszed ki a horgonyt, amikor arra szükség van, és akkor húzod fel a vitorlát, amikor arra szükség van. Amikor meditálunk, akkor bármiféle tökéletesség ide a vezérel minket, akkor szó szerint le akarjuk betonozni a tengert. Ne gondolkodjál! Uh, se gondolkodjál. Vagy azt, hogy érzelmek. Hát én ilyen érzelmeket nem is szabad, hogy érezzek. Akkor sem. És nem. Azért sem fogok így érezni. Nem leszek elégedetlen. S többi. Tehát le akarod betonozni? És hogyha le akarod betonozni, akkor az elfolytás által visszatérő negatív karmákat gyártod le. Kőkemény a történet. És látsz ilyen szederjes, jóravaló, totál kimerült embereket, akik a tökéletesség hübriszében vannak. Tehát nem hajlandok elfogadni azt a természetes hullámzást, ami a tengerből árad, és le akarják betonozni. A másik az, hogy a kapitány túl sokat ivott, és viharba felhúzza az összes vitorlát, és kirongyol a nyílt tengerre, és akkor azt mondja, hogy ez a természetes, igen, gyertek, csináljuk, és az egész hajótörés úgy, ahogy van, le a fenekérát, és ez meg olyan, hogy ez a hajó nem tud tartósan összetörni, mert egy következő öbölben megint megjelenik, és kapitány letörli magáról a polipokat és a medúzákat, és újra kell csinálni az egészet. Jó? Újra, újra indul oda a történet. Nagyon fontos, mert itt tanulja meg a kapitány azt, hogy a hajó hídon kell lenni. Nem lehet elmenni elmenekülni a kajütbe, és ott nyálazni a hajó naplót, és visszamenni a korábbi utazásokba, és így gondolkodni. Tessék fölmenni a hajóhidra. Tessék a kormányosnak, a fedélzetmesternek normális utasításokat adni. És ez az igazi jelenlét. Akkor már föl lehet szedni a horgonyt, külső kapaszkodó kevesebb kell, megállapítja, hogy hogy húzza föl a vitorlákat, és a többi, és akkor a hajó megfelelően megy sem a zátonyra futás, sem a nyílt tengeri hajótörés, sem a tenger lebetonozása nem megoldás. Tessék ezt visszaforgatni a saját szellemi gyakorlatodra. Jó? Igaziból szerintem két kérdés is. Az egyik az... Ha úgy drágább azt tudod, ha kettő. nem tudtam eldönteni, hogy egy vagy kettőnek számít. Voltam egy tiszta tudat meditációnak nevezett valami, a és... Milyen volt? Milyen Volt? <sítható> és egy olyan teremben voltam, ahol azt éreztem a padlón, hogy húz le a padló. És először itt elhessegettem az egész gondolatot, hogy ez, ez, ilyen nagyon fura érzés, mert ugye savászanában feküdtem, és egyszerűen folyamatosan azt éreztem, hogy hogy így, így megyek már. És nem akkor volt műgyantával fölkenve közvetlenül előtte. Oké? <laughs> okay? Folytassen. Kiderült, hogy ők szoktak olyan meditációt végezni, amikor eltemetik úgymond magukat. Tehát azt játszák, hogy ő tiszta tudat, tehát hogy teljesen így el, el elmennek nem tudom hány erre a föld alá, és úgymond ez egy, egy ilyen tisztító dolog. És hogy egyszer ez lenne az első része a kérdésnek, hogy ez, ez hogy lehet, hogy tehát nem, nem, meditáltam akkor, mint viszonylag kezdő volt, hogy ez hogy lehet egyszerűen, hogy volt egy ilyen megérzésem, és hogy ez egyszer, hogy hogy, 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 hogy érezhettem meg, vagy nem tudom. El kell hozni a saját repülőszőnyegedet, és rá kell teríteni erre a padlóra, amelynek az a rossz szokás, hogy elnyelni az embereket. Hát, ahogy látom, az összes testrészedet elhoztad most ide, tehát nem nyelt el a padló. Nagyon jó tapasztalás volt, gratulálok. Helyes. Köszönöm. De nem adtam neked semmit, S sőt, inkább azt szeretném elvenni, amit magaddal hoztál, és az úgy jobb, hidd el. Nyugodtan rakja a léghajóból ezt a homokzsákot. Mi a másik kérdésed? Hát igaziból ez lett volna, hogy ö, ilyen meditációval kapcsolatban foglalkoztat, hogy ö, amikor úgymond meditáció ideje van, akkor nem tudok mindig meditálni, és ma, ma, ma például így spontán, így teljesen így meditáció volt, hogy ezt hogy lehet tudatosabbá tenni, hogy hogyha van egy ilyen, mint láttam nektek is a napi rendben, hogy megvan, hogy 5 órakor, vagy 5 óra 30-kor, vagy nem tudom, hogy van egy ilyen. 5-30 az nagyon későn van. Egyébként 5-15 pont igen, igen? a Szóval, igen. hogy van egy ilyen nagyon jó dolog, egy ilyen napi rendi dolog, az hogy. Az jó, igen. Hát nem mindig te olyan elképesztő fáradt tud lenni az ember, de föl kell, föl kell és csinálja. A szokás hatalom. Megfelelő szokást építesz föl, helyes hatalom. Helytelen szokást építesz föl, helytelen hatalom. És én azt szeretném tőled kérni, hogy ne aggódj semmiért, senkiért. A meditációdért pedig a legkevésbé. Tehát néha a puszta jó szándékból adódóan a saját minősítő szöges drótodon véresre vered magad. Hogy most mennyire vagyok jó, mennyire jó meditálok, mennyire vagyok jó pár, esetleg jó anya, és állandóan méred magad, ellenőrzöd magad most ettől szabadulj meg, és azon nyomban a helyére kerül minden. Jó? Oké. Okay. Szívesen. Egyéb kérdés? Valahol olvastam, illetve hallottam arra, hogy lehetséges az, hogy maga ez az én kép, amit az ember gyárt, az egó magának, az embernek, az egy evolúciós ö, defekt az embernél, mert az állatoknál, az állatvilágban ott a, ez az én kép, ez legalábbis a legjobb tudásom szerint ez nincsen. Tehát ők a mostban tudnak élni. Egy, lehetséges, de szükséges. Kettő, az állatoknak is óriási jenségünk van. Megnézel két macskát, nincs két ugyanolyan macska, de képük nincs. Mert nincs tudatosság, ez a csakra nincs nyitva, tehát nem tudnak tudatosan gondolkodni róla. Tehát hihetetlen személyisége van az állatoknak. Tehát van énjük, de nincs képük. evolúció, most mit kezdesz az evolúcióval? Kreacionizmussal ugyanúgy. Tehát egyik szélsőség sem jó. Az egyik ilyen kis sejtekből összeálló folyamat, ugye? A sejtek miből álltak össze, ez egy külön történet. A másik pedig az, hogy valami nagy elrendezőt fogta, lemutatott, és akkor felszikrázotta az emberi lét. Mi lenne, hogyha nem ebben a két szélsőségben gondolkodnak, mert mindegyik meddő magyarázatok gyűjteménye hanem lássuk meg azt, hogy most ebben a pillanatban mi mire vagyunk képesek. Tehát tessék generatíve, teremtő szemlélettel viszonyulni ehhez az egészhez. És nem minősítem magam és a másikat és a világomat, hanem azt nézem, hogy hogyan tudom újra teremteni. Akkor is pillanatról pillanatra újra teremtem, ha látom, és akkor is, ha nem. A sejtműködés nem áll le. A tudatműködés sem áll le. Vagy irányt szabok neki, vagy nem. És ha már van egy 108 lovas hintód, ne engedd el a gyeplőt. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy milyen magyarázatot teszel a lovak mögé. Evolúció, kreáció, egyébként ezek ilyen kis sallangok, kis címkék. Tehát ilyenkor mondta Józsu zenmester, kérdezd meg egy fát, majd az megtanítja. Egyéb kérdés? A szülőkkel való kapcsolatról szeretnék kérdezni. Nekem az az érzésem, hogy, tehát, hogy elmegy valaki egy bármilyen terápiára, rögtön az ötödik percben ez előjön a szülőiddel kapcsolatban, mik a problémáid, váljál le a szüleidről, stb. És megmondom szintén én elég sokat próbálkoztam ezzel, és úgy érzem, hogy nem sikerült. Tehát ez egy olyan, számomra egy olyan homokzsák, amit, amit amit nem tudok eldobni, mert, mert tehát például most mondok egy példát, az ember hasonlít a szüleire kívülről. Tehát, nem is, tehát ha akarok, se tudok nem hasonlítani, mert egyszerűen valahogy genetikailag így, így keletkezünk, vagy például a szüleink adják a nevünket. Tehát nagyon, nagyon, nagyon erős alap egoizmust, vagy személyiséget adnak nekünk már szükségszerűen. az így első van. pillanattól, szükségszerűen. Szüks, muszáj nekik. De Ettől nem hiszem, hogy meg tudunk szabadulni, tehát hogy ez egy kicsit nekem olyan, hogy, hogy próbálkoztam sok mindennel, és, és igazából ez nem sikerült. De azt, miért ne tudnánk megszabadulni tőle? Hát például ez egy, például az, hogy a külsőnk hasonlít a szüleinkre most, ez egy Hát adottság. nem biztos, nézd meg. De rögtön felismeri azért az ember. Apám sose viselt ilyet, biztos. Igen, mondja. De hát nyilván az arc mondjuk leginkább. Tehát, hogy olyasmi ellen harcolunk, vagy olyasmit próbálunk nekem az sem, ami, ami nem is biztos, hogy lehetséges. De nem harcolni kéne ellene. Tehát ez egy olyan homokzsák, aminek a felirata az, hogy szülői kondicionálás, vagy, hogyha már lefordított kicsit zen nyelvre, közös karma a szülőkkel először lássuk már meg, hogy miért váltunk annak a kapcsolatnak a részévé. Tehát hogyan léptünk be abba a szobába, mert ugyanazon az ajtón fogunk ki is menni. Tehát amíg közös karmád van lelkekkel, addig ezt a közös karmát követve fogsz leszületni, és ugyanígy fognak hozzád leszületni emberek. Ezt hívjuk vérségi köteléknek. De ez a kötelék nem a DNS-ben van, a DNS az ennek egy folyománya, hogy milyen kombinációt kever ki abban a hőlékballomban anyuka és apuka. Az már a te tudatosságodnak, lelki tartalmadnak, vagy karmádnak a függvénye. Tehát ezért van az, hogy megnézel így organasibban testvéreket, nővéreket, és elképesztően eltérőek. Miért? Mert nincs robot, tehát nincs két ugyanolyan génállomány a szülőktől. Miért? Mert más és más lelkek születtek le, tehát más és más arcuk, testük van. Most amíg ez a közös karma fönnáll, addig úgy érzed, hogy nem tudsz függetlené válni tőlük. Tehát nézd meg azt, hogy a dualitások, a szeretem, nem szeretem, az én, a nem én, az akarom, a nem akarom, ez hogyan költ a szülőkhöz. Tehát amíg egyetértesz apáddal, addig nem vagy tőle független. Amíg vitatkozol apáddal, addig sem vagy tőle független. Amikor elkezded járni az utadat és megköszönted, amit kaphattál és adhatál, onnantól kezdesz el önálló úton járni és akkor nem merül fel a független vagy függő. Amíg közös karma van, addig áll fönt ez a függés, és amikor ezeket a dualitásokat lecsökkented, akkor ez lazább lesz, ha teljesen elveszed, akkor megszűnik. De senki nem akarja a szüleivel úgy átélni a viszony, mint hogyha az utcán idegenekkel találkozna. Tehát itt is a megfelelő középút kell, hogy igen, elismerjük ezt a kapcsolatot, de nem teszünk bele olyasféle tartalmat, amely kölcsönös előnytelenséggel, kényelmetlenséggel járna. Ez egy nagyon nagy művészet. Tehát, hogy pontosan mit teszel bele egy kapcsolatba? Amilyen minőségeket beleteszel, pontosan olyan kötöttség vagy szabadság élményed lesz. A négy nagy csatorna a gondolkodás, a beszéd, az érzelmek és a cselekedet. Megnézed ezt a négy csatornát, és tele van olyan korábbi szokással, berögződéssel, ragaszkodással, azonosulással, amit ha csak a te oldaladról kipucolsz, már a kapcsolat rendben lesz. És itt azt mondom, a fizikai és mentális távolságok beállítása iszonyatosan fontos. Tehát megnézel egy kapcsolatot, minden kapcsolat térben van. Mennyire mész közel a másikhoz a térben, és mennyire maradsz távol Mennyire válasz közösséget a gondolataival, érzelmeivel, beszédével, cselekedeteivel, és mennyire nem. Ha ítéletet alkotsz fölötte, már közösséget vállaltál. Akár pozitív, akár negatív legyen az ítélet. Tehát tessék a saját utadat járni. És azt fordítsuk vissza a gyermekekre, akik hozzánk születnek. És ne állítsunk föl birtok csak felelős szülői magatartást. Jöjjünk rá, hogy önálló útjuk van, amelyben minket jelöltek ki segítőknek. A tanulás és tanítás folyamata az kölcsönös. De a szülő szülőként tanít és tanul, a gyerek gyerekként tanít és tanul, és ez a legrosszabb, amikor ilyen nagyon-nagyon szuperfinom, intelligens szülőket úgy látod, hogy elveszítették szülői pozíciójukat, és a gyereket akarják fölemelni maguk fölé, és ebből olyan aránytalanságok és személyiségzavarok lesznek, hogy ez borzasztó. A szülő-szülő, a gyerek-gyerek. Tessék megtanulni. De a szülő-gyerek viszony az akkor helyes, ha látom, hogy a személyiség hogy működik, látom, hogy milyen úton járok, látom, hogy a gyerek miért született hozzám, és az útjára teszem, fölébreztem, nevelem, segítem azért, hogy önálló legyen és járhassa az útját, és megtanítom mind arra, amire meg kell tanítani. És ekkor lesz úgy, hogy el tudom engedni. Elég nagy meló és egy idő után elég, tényleg. És akkor elengedted, és meg fogja köszönni később. Óriási anyai fájdalom, amikor látják, hogy a gyerek felnőtt, és önállósodik, és elmegy. Az a dolga. Tehát legyen szíves mindenki elengedni a kölköt, amikor annak van ott az ideje, Hadjárja az útját. És hogyha te felkészítetted rá, és őszintén, adtad neki azt, amit legjobb tudásod szerint adhattál, akkor egy idő után megköszöni. Nem rögtön, Vagy amikor meglátja, hogy a nagybetűsbe mit kap, jobbról balról, akkor majd rájön, hogy hát azért akármennyit vitatkoztunk, azért jók voltak hozzá, anyu meg apu. És többi. Jó? Egyéb kérdés? Én úgy látom, hogy szinte nem is tudok tanítani a fiamnak, mert másolja. Tehát gyakorlatilag azzal tanítom, hogy ahogy, ahogyan, ahogyan cselekszem abban bizonyos szituációban vannak olyan esték, mikor egymás mellé lefekszünk, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy erről hogy gondolkozunk, vagy am amúgy mit gondolunk, de igazából amit rápróbáltam kényszeríteni, vagy azt az agresszió, tehát azt, amit azt vettem észre, hogy most az kell nem, amit korábban megtanult, hogy a pénzvilágban hogyan kell elindulni. Most már nagyon céltudatos. 9 éves, és tudja, hogy programozásból és játékkészítésből fog milliárdos lenni. Milliárdos akartam lenni, el is értem, és no, jött egy nagy zuhanás, akkor jött be Tenzin vagy Elvin Nagyon sokat kerestem, és jött egy nagyon nagy szakadék. Uh -huh. És akkor öntudatlanul, tehát úgy láttam, hogy fogja. Érti, és tudja, hogy mit élek, és mit szeretnék, mik a vágyak és gondolatok, amik visznek. És most ezt a fajta nagyon erős egót, ami e felé a világban való megvalósulásban van, most próbálom afelé, hogy az emberek felé, hogy mi az őszinte viszonyulás. Ezekre mind szükség van. Amit elmondasz, az a gyermeknevelésnek a természetes haladása és evolúciója. Nagyon világos, hogy az első három évben milyen függés van anyától, apától. Tehát a háromtól ugye 10-12-ig milyen garádi csokon megy végig. Hát a fizikai függés, mintakövetés, érzelmi, gondolati önállósulás, cselekedetbeli egzisztenciális önállósulás. Ennek minden eljön az ideje. És itt vannak típusok, de nem lehet általánosítani. Világos, hogy a gyerek mintát követ, sőt, a mintakövetésével tükröt tart a szülő elé tévedhetetlenül. Úgyhogy ezzel sincsen semmi gond. Szumszenzem mester mindig azt mondta irányvétel, irányvétel, irányvétel. Nem azt mondta, hogy ilyen legyél, vagy olyan legyél, hanem azt az energiát, azt a tudatosságot, amit hozol magaddal, azt milyen irányban fejtett ki. És néha pont, amikor nagyon meg akarjuk mondani a másiknak, akár a gyereknek, hogy mi a tuti, akkor kéne egy lépést hátralépni és megkérdezni, hogy ezt akarod? Ez iszonyú erős. Ugyanis te már látod a következményt, ő még nem. És az alternatíva az a szabad akaratnak a tere, és a szabad akaratnál erősebb nincs. Ajánd föl neki a lehetőséget ott, amikor te szíved szerint eldöntenéd, mert félted, mert nevelni akarod, mert a legjobbat akarod kihozni belőle, stb. És ekkor vesszük el a szabadságát, de el is vettük a felelősségét. Tehát amikor elindul egy úton, vagy nagyobb döntés van, akkor nézd bele, hogy tudod-e úgy föltenni a kérdést, hogy a gyerek meglássa azt, amit ő még nem lát, de te már igen. És hogy ezáltal a döntés által te szabaddá teszed őt, úgy, hogy a felelősségtől nem mentesíted. Na, ekkor lesz felnőtt. Tehát kövesse a tehát nagyon szépen. De néha meg kell tudni állni, és meg kell kérdezni, ezt akarod? Mert ha A verzió van, akkor ez a következmény, ha B verzió van, ez a következmény, és akkor ő is jobban lát. És akkor helyesebben dönt. És önállósodik és az önállóság az nem egyedül lét, elszigeteltség, elhagyatottság, stb., hanem egy olyasféle alap, amely nélkül nem lehet helyesen együttműködni, mert egy olyan aszimetria áll be az önálló és az önállótlan között, amely megmérgezi a viszonyt. A nyugati szabadságfogalom az egészen mai napig megmaradt valahol az infantilizmus határán, mert nem találkozik a felelősséggel legtöbbször. És hogyha a szabadság és a felelősség ugyanannak az éremnek a két oldala, akkor vagyunk felnőttek. Tehát látjuk azt, amit a szabad akarat tehet, de látod az ok és okozat kíméletlen és kérlelhetetlen bekövetkezését minden döntésre. Nincs következmény nélküli cselekedet. Ha nem cselekszel, nincs karma, ha cselekszel, van karma. Végezetül szeretnék egy történetet elmondani. Ez, ez Pajcang Zen mesternek a története. Az ő jóvoltából van téli 90 napos elvonulásunk. Sákjamoni Buddha idejétől származtatható a 90 napos nyári, ugyanis Indiában akkor volt az esős évszak, és akkor a szerzetesek nem utaztak, csak az adományokat ugye fogadták, és 90 napos meditáció, ez három holt hónap, tehát innen tudták. Körülbelül 800 körül Krisztus után élt Pajcsang, és Kínában addigra már a lakosság 10%-a volt, vagy szerzetes, vagy templomban élő világi. Képzeld ezt el? Elképesztő mennyiségű szerzetes és szerzetes nő volt, látszott is a Tang dinasztia minőségén, és télen nem volt mit csinálni, ugye felment a tan négy évszakos Kínába, csak egyszer csak Pajcsang Zenmester azt mondta, hogy akkor a három holt hónapot télen is üljük. És elindult a 90 napos téli, amely hagyomány a mai napi Kóreában él, töretlenül, azóta. Nyár is, tél is. És amikor egy darma beszédnek vége lett a Pajcsang Kolostorában, akkor egy öreg ember állandóan hátra maradt, és, és a szerzetesek után távozott, ahogy ez egyébként a hierarchiában helyes, de mindig megjelent, és mindig távozott, és mindig a darmabeszédkor. Általában két hetente van egy zen templomban darmabeszéd, teli holdkor és újholdkor. Egyszer Pajcsang megkérdezi, hogy ő, miért jársz a beszédekre ilyen következetesen, és azt mondja az öreg, hogy bár emberi lénynek tűnök, nem vagyok emberi lény. Mahakási apa idejében ennek a hegynek voltam az apátja, hogy most te. És megkérdezték, hogy a megvilágosodott ember mentes-e az ok és okozat következményétől. És azt mondtam, hogy igen. Ezért 600 generáción keresztül rókaként születtem újra. Most kérlek, hogy tanítsd meg a helyes tant nekem, hogy megszabadulhassak a rókatestemtől. Erre Pajcsang azt mondja, az ok és okozat törvénye már világos. Erre az öreg ember meghajolt, megköszönte a tanítást, és arra kérte Pajcsangot, hogy a hegy túloldalán egy barlangban találják meg a rókatestet, és a szerzeteseknek kiáró szertartás szerint essék el. Másnap Pajcsang megkondítja a nagyharangot, elmondja a történetet, és a róka testet elhamvasztották a szerzeteseknek kiáró szertartás szerint. Ebből több kérdés származik. Az első. Amikor az öreg még ember volt, és Mahakásjapa idejében a templom apátja volt ugyanezen a hegyen, hol hibázott? Második kérdés. Hogyan szabadult meg a róka testétől? Harmadik. Pacsang tanítása számodra mit jelent? Ezzel a másodpercnyi meghitt csenddel szeretnék búcsúzni mindenkitől. Köszönöm a megtisztelő felkérést a Dharma beszédre, és szeretnék minél többet együtt gyakorolni veletek ezen a helyen, ebben a tudatosságban. Köszönöm a figyelmet!